Balkány már évtizedek óta fellegvára a honi birkózó sportnak, az elmúlt években pedig az egyik legnagyobb hazai utánpótlás versenynek ad otthont a város sportcsarnoka. A különböző viadalokon kialakult kapcsolatoknak köszönhetően a határon túlról is érkeznek birkózók. Ezúttal Olaszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából és Moldovából jöttek vendégek, akik a legjobb magyar utánpótlás nevelő egyesületek birkózóival mérhették össze tudásukat. Létszámban sajnos kevesebben jöttünk össze, mint tavaly. Tavaly 270 gyerek indult, most 221. Viszont külföldi csapat egy nemzettel, külföldi csapatok egy nemzettel bővültek. Moldáviából jött el egy csapat, akiket Erdélyben sikerült megismerni, és hála jó Istennek elfogadták a meghívást. Moldáv csapaton kívül olasz barátaink vannak itt Felvidékről, Szlovákiából érkeztek, Beregszászról vannak még, és Erdélyből Székelyudvarhely, illetve a magyar klubok, kb. 30-32 klub van Magyarországról. A megyei szövetség elnöke bízik abban, hogy a vártnál szerényebb riói szereplés nem lesz negatív hatással a sportág jövőjére. Eddig minden olimpia után, amikor volt egy dobogós, vagy bajnokunk, vagy több dobogósunk is volt, például Londonban, akkor több ezerre nőtt a leigazolt versenyzők száma. Ez most valószínűleg nem így fog történni ebbe az évbe, de a sportágfejlesztési támogatás folyósítása továbbra is reményt ad a sportágnak. Mi 2013-ban letettük a kormánynak a sportágfejlesztési koncepciót, egy 7 éves, 2021-ig szólót. Ebbe most lassan oda jutunk a középszinten, amikor a birkózó akadémiáknak kellene azt a korosztályt megfogni, ami 14-18 évig, mielőtt felnőtt belép, hogy ne hagyja ott a sportágat, és egy komoly utánpótlás bázist tudjon majd a felnőtt versenyzőknek jelenteni. A csapatversenyt a fővárosi SMTK nyerte a Diósgyőr és a Balkányi Ese előtt. Utóbbiak 3 arany, 2 ezüst és 8 bronzéremmel zárták a viadalt. A balkányi birkózók ősszel a diákolimpiai versenyeken, valamint a Hajdú, Borsod, Heves, Szabolcs megyei közös utánpótlás sorozat állomásain lépnek majd szőnyegre.